Az elmúlt hetekben városunk több pontján is újra festették a zebrákat a városgondnokság munkatársai. Erre azért van minden évben szükség, mert egy év alatt olyan szinten elhalványodnak ezek az útburkolati jelek is, hogy már-már nem is láthatóak, ez pedig könnyen balesethez vezet. Molnár Pár önkormányzati képviselő, a Karcagi Városi Önkormányzat Városgondnokságának igazgatója tájékoztatta riporterünket a részletekről. A Városi Önkormányzat Városgondnoksága minden évben az önkormányzat útjain található gyalogátkelő helyeket és egyéb burkolati jeleket, amely az önkormányzathoz tartozik, átfesti, megfrissíti a festés rajta. Egy év alatt ugyanis ezek olyan mértékű kopást szenvednek, amelyek miatt a láthatóság és a biztonságos közlekedés miatt kénytelenek vagyunk újrafesteni. Ezek a munkálatok láthatók most is. Találkozhatnak körülbelül egy-két hete a város lakói a kollégáinkkal, akik ezen munkálatokat végzik el. Molnár Pál hozzátette, hogy természetesen vannak olyan útszakaszok, amelyek az állami közútkezelő fenntartásába tartoznak. Az ilyen munkákat ők végzik el. A többi utcában viszont a városgondnokság végzi el a munkálatokat. Az önkormányzati utaknál 28 darab gyalogátkelő hely található, és körülbelül egy olyan 25 egyéb útburkolati jel, amelyet át kell festenünk. Van, ahol fújásos technológiát, szórópisztollyal oldjuk meg a felfestést, van, ahol ecsettel és hengerrel oldjuk meg ezt a problémát. Ahogy igazgató úr is említette, évente kell újra festeni ezeket az útburkolati jeleket, azonban vannak olyan frekventált, nagy forgalmú helyek, amelyeken többször is frissíteni kell ezeket a felfestett jeleket. Molnár Pál hozzátette, hogy nagyon fontos az, hogy iskola kezdésre fel legyenek festve ezek a gyalogátkelő helyek, hiszen akkor lényegesen nagyobb forgalom indul meg a hétköznapok során. Hát a iskola kezdésre azért nagyon fontos, hogy elkészüljenek ezek az útburkolati jelek, mivel a gyalogos és a diák forgalom ekkor növekedni fog. Nyilván a járművezetőknek nagyobb odafigyelés kell, de a gyalogosoknak is természetesen figyelembe kell venni, hogy milyen közlekedési feltételek mellett lehet a gyalogátkelő helyeket használni. A KRESZ előírja, hogy kijelölt gyalogos átkelő helyen a járművezetőknek elsőbséget kell adniuk a gyalogosoknak. Viszont a gyalogosnak is mindig meg kell győződnie arról, hogy a jármű vezetője megadta számára az elsőbséget. Ha ez nem történik meg, könnyen baleset lehet a vége. Tavaly átlagosan minden hónapra jutott egy ilyen zebrán történt eset, és 12 szerencsétlenség közül 3 súlyos sérüléssel végződött. Figyeljünk oda és vigyázzunk egymásra, a nagyobb baj elkerülése véget.